Az MLS megyei igazgatóságának kezdeményezésére 5. alkalommal mérkőzött meg egymással a Magyar Kupa kiírásában legtovább jutó két megyebeli együttes. A Csenger a 4. percben Ohár lövésével megszerezte a vezetést, majd a folytatásban is mezőnyfölényben játszott. A félidő derekától egyre többet támadott a Tarpa, a 32. percben Jesenko emelésével kis egyenlítettek a tiszapartiak. 6 perc múlva pedig már vezettek is, a tüzes buktatásáért megítélt büntetőt rosszban váltott a gólra. A 63. percben emberhátrányba került a Tarpa, Rosoncit állította ki a játékvezető. 7 perccel később büntetőhöz jutott a Csenger, Osváth lövését azonban védte saskapus. Már úgy tűnt, hogy a Tarpáé lesz a kupa, amikor az utolsó előtti percben Barcsai Márk szabaddugásból egyenlített, így jöhettek a 11-esek. A Tarpaiak kihagyták a másodikat, a Csengerieknél viszont senki nem hibázott, így ők emelhették magasba a serleget. Nem volt egyszerű a mérkőzésünk, mert sajnos amikor elindul egy lavina, hogy nem jön be semmi, tehát annyira görcsösé vált a csapat, hogy szinte minden kimaradt, sőt még a 11-es is kimaradt, de nem adtuk fel az utolsó percig, küzdöttünk, próbáltunk széleken megbontani a támadást, vagy a védelmet megbontani szélen, hát reméljük, úgy gondolom, hogy sikerült is helyek közel, de a végén sikerült egy olyan gólt rúgnunk a szabadrugásból, ami azt gondolom, hogy megérdemelte a csapat, hogy döntetlenül hozza ezt a meccset. A két csapat bajnoki meccsét az első fordulóban a Csenger nyerte 5-0-ra. Ennek tükrében a Tarpaiak edzője csalódottsága ellenére elégedett volt csapata teljesítményével. Természetesen csalódott vagyok, hogy ugye nem vihessük hozzá ezt a kupát, de viszont csak pozitívot tudtam mondani a srácoknak is az öltözőben. Büszke vagyok rájuk arra, hogy küzdöttek, mint ahogyan is mondja, hogy úgy indultunk neki, hogy a nyitófordulóban 5-0-ra kikaptunk Csengertől. Úgy gondolom, hogy ma egyáltalán nem voltunk rosszabbak. Na de ilyen a futball, 11-es ez egy lottó, amiben nem volt szerencsénk. Az MLS megyei igazgatója szerint a résztvevő csapatok számára presztízs értéke van a kupadöntőnek. Azt hiszem, aki itt volt, vagy az elmúlt években látta a megyei kupadöntőt, akár a helyszínen, akár a televízió jóvoltából, ugye felvételről, meggyőződhetett arról, hogy nem nagyon számít, hogy az adott évben a bajnokságban hogy szerepel a két csapat, egy meccsen bármi megtörténhet. Ez is egy nagyon izgalmas találkozó volt, hát mindent elmond, hogy a végén 11-es rugások döntöttek. A Csenger 4. csapatként hódította el a serleget. Korábban a Rakamaz, a Balkány és két alkalommal az Ibrány nyerte a megyei kupadöntőt.